Először a fiatalok szólaltatták meg a lábzongorát, a piadanzát, majd az énekkar is csatlakozott. A 100 éves Balaton Vox kórus tagjai örömmel énekeltek a békéért. A békéről mindenhol, mindig, ebben a háborús időkben nagyon fontos, hogy énekeljünk, és nem csak szavakkal, hanem mi az énekünkkel tudjuk ehhez hozzájárulni. Balatonboglár zsúfolásig megtelt katolikus templomába még egy túrázó csoport is betért, hogy a kirándulók is a békéért imádkozzanak. Az egyórás koncertet egyfajta érzékenyítésként rendezték meg éppen január 1-én a Béke Világnapján. Egy különleges rendezvénye szerettük volna az emberek figyelmét felhívni arra, hogy most két éve indult az ukrajnai háború itt a szomszédunkba, és kicsit ellaposodott, hogy erre ráfigyeljünk, és minél előbb békét szeretnénk. Ezért van ez a rendezvény, mert egy órán keresztül énekeljük a Glória szájon a mennybe fej, jöjjön a béke című számot. A rekordkísérlet különlegességét adta, hogy lábzongorán kísérték a kórust, a zongora hangja pedig a templom orgonáján szólalt meg. Nincs tudomásunk arról, hogy akár Magyarországon, vagy akár csak Közép-Európában is egy órás folyamatos koncertet adott volna valaki, hiszen ez fizikailag is egy nagyon komoly kihívás és megterhelés, hiszen a darabot gyakorlatilag a billentyűzeten ugrálva kell majd itt előadni. Az emberi szív ritmusára előadó dallam közösségé formálta az imádkozókat, a koncert pedig bekerült a Guinness rekordok közé.